Baja, úszás. E két szó hallatán egyelőre hosszú Katinka és fantasztikus pályafutása jut eszünkbe, hiszen a háromszoros olimpiai bajnok klasszis útja a Bács-Kiskun megyei városból indult. Azóta persze ő már nem, a háromszoros junior Európa-bajnok Kalmár Ákos azonban a helyi klubot erősíti. A 18 éves úszó gőzerővel készül az októberi Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára, miután júliusban a Helsinki korosztályos kontinens viadalon 800 és 1500 méter gyorsan is a dobogó legfelső fokára állhatott. Kb. Úgy terveztem, mielőtt kimentünk, hogy azt a két számot szeretném megnyerni, a 800 és 1500. 400 gyorsan nem vártam magamtól, hogy olyan formában leszek, mint tavaly voltam, ugye akkor azon a távon sikerült nyernem. Hatodik lettem, nem voltam elégedettem bele, mostan hosszabb távok voltak a fők. Ugye itt az időeredmény nem volt annyira fontos, itt inkább az volt a lényeg, hogy valamelyik számba győzzön, lehetőleg mind a kettőbe, ugye esélyesként ment ki mind a két számba, és hát ez sikerült is abszolválni. Hát az, hogy úszott még egy egyéni csúcsot, ez még habatortán. Kalmár minden erejével azon dolgozik, hogy minél szebben búcsúzzon utánpótlás éveitől Argentínában. Ennek érdekében még a glasgowi felnőtt Európa-bajnokságot is beáldozta. Megmondom őszintén, a tavalyi évben kicsit úgy érzem, hogy túlvállaltuk magunkat, illetve túl terheltem én Ákost, meg hát ő is a fiatalos lendületével, ugye ide nekem az oroszlánt is alapon, ő mindent akart bevállalni. Itt ugye volt egy felnőtt bajnokság, ifi EB, aztán ugye volt egy budapesti világbajnokság, közben még akkor a nyílt vízzel is foglalkoztunk, és hát még akkor még úgy volt, hogy még egy nyílt vízi ifi EB is benne van, és hát ugye a vége volt a ifjúsági világbajnokság. Hát most úgy néz ki, hogy ez egy picit sok volt, és ebből okulva az idejében én már januárban jeleztem a szövetségi kapitánynak, hogy nem szeretnénk indulni a felnőtt EB-n, úgyhogy kimondottan az utolsó ifi év főversenyeire, az EB-re és az olimpiára helyeztük a hangsúlyt. Tavalyi év hibáiból tanulva úgy döntöttünk, hogy kihagyjuk a felnőtt Európa-bajnokságot, mivel hogy tavaly is voltam ugye ifjúsági Európa-bajnokságon, utána felnőtt VB-n Pesten, és utána ifjúsági világbajnokságon, ami nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, pedig az lett volna ugye a legnagyobb verseny, és most nem szeretnénk, hogy így járjunk, mint tavaly, és ezért feláldoztuk az Európa-bajnokságot. Az ifi olimpián 200, 400 és 800 méter gyorsan, valamint a vegyes váltóban indul a bajai fiú. Kalmár és edzője Pas Ferenc is a leghosszabb távon várja a legjobb eredményt. Nem szeretnék itt nagyon sok mindent mondani, hát vannak tervek, ugye a 800 az a fő szám, a 400-at is úszom, arra is készülünk, de 800-on várok magamtól többet. Hát ezt most én hadd ne jósoljam meg. Annyit tudok és látok, hogy a nevezési rangsor, illetve hát ami van ennek a korosztálynak per pillanat időrangsor, ott a 800 gyorson, ugye az a három a sorrend, akik az ifi EB-n az első három versenyző volt, de gyakorlatilag az 1 és 8 versenyző között ott alig van 1-2 másodpercnyi differencia, úgyhogy nagyon éles és kemény verseny lesz. A 400 gyorsot azt megmondom őszintén, hogy bizonyos fokig elengedjük, az csak egy plusz szám lesz számára. Természetesen bízom benne, hogy döntőbe jut és ott valahányadik lesz. Emellett indul még 200 gyorson is, hogy mi lesz az majd a jövő zenéje. A titkon természetesen ő is gondolom, meg én is egy éremben azért bízom. Egyébként Ákos és edzője remek párost alkot. Azt mondják, rendre példaértékűen tudnak együtt dolgozni. Ákos az az álomtanítvány, aki tényleg szorgalmas, van tehetsége is, elég jó adottságai vannak, de igazából a szorgalma és a munkához való alázata az, ami a kimagasló. Gyakorlatilag nincs olyan feladat, amit ne végeznél, bármilyen nehézség, bármilyen olyan dolog van, szó nélkül megcsinálja.
nem vitatkozik, nem magyaráz, nem kérdez. Maximum annyit szokott megkérdezni, hogy mennyi volt az ideje, hogyha nem hallotta jól, de egyébként dolgozik és halad előre. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, meg tudunk mindent beszélni, hogyha vannak olyan dolgok, amin úgy gondoljuk, hogy változtatni kell, akkor ezt megbeszéljük. Jó edző. Kalmár persze már az ifjúsági olimpián túli jövőre is tekint. Készek a tervei már a következő évre is. Jövőre felnőtt világbajnokság lesz. Szeretném oda kvalifikálni magam, majd meglátjuk.